Fly, tehát a körforgásban lévő tokeneket elvonják a forgalomból, ezáltal az ára a Tron tokennek menjen fölfelé. Ugye? Üdvözlök mindenkit itt a Decentralized Finance Hungary mai videójában. A mai videóban arról fogunk beszélni, hogy mi történt a Tronnal, mi ez az új Proposal 51, tulajdonképpen ez milyen hatással van ránk, és hogyan tudunk odafigyelni azt, hogy minél jobban járjunk ezzel az új újítással. Mielőtt beleugranánk, gyorsan fussuk át a crypto marketet. Boldog Valentin napot! Ugye nyilván Bitcoin küzd ezzel a 49 000 és 50 000 dollár közötti áttöréssel. Ha megnézzük itt a charton, úgy gondolom, hogy egyszerűen hihetetlen, ugye ez volt eddig nekünk a toppunk, a 20 000 dollár, ami könyörgöm óriási, de óriási áttörés volt abban az időszakban, de most, hogy 48 000 és 49 000 dollár között mozgunk, egyszerűen ez bárhogy is nézem, egyszerűen ez nincsenek rá szavak, tehát gyönyörű. Ugye az emberek 3000 dollárral nem akartak venni bitcoint, úgy gondolták, hogy nem, aztán szépen lassan kitörtünk, feljöttünk 10.000 dollárra, akkor már elkezdtek vele jobban foglalkozni, aztán 5.000 dollárnál újra elindult a hype train. Az emberek nem fognak venni most, ugye látjuk a volume-ot, picit csökkenőben vagyunk, de úgy gondolom, hogy ha átlépjük az 50.000 dollárt, akkor nem lesz más, mint FOMO, tehát készüljetek fel, ha ez áttör, akkor úgy fogunk felrepülni 60.000-ig, mint valami rakéta, és hát nem tudom, nem, fura dolgok ezek, tehát én arra számítok, ugye, hogy Bitcoin fog menni, arra fognak menni az altcoinok is. Ugye, ha visszanézzük az eddigi coinjainkat, amiről beszéltünk, legyen az BNB, ugye Binance Coin. Binance Coin ugye nagyon-nagyon nagyot ment, tehát 100 dollár fölé jött, most örülök, hogyha ott marad, most 130 és 140 dollár között oldalazik. A volume nem tetszik annyira nekem, mert itt úgy látom, hogy csökkenőben vagyunk a napi charton. A heti chartot ugye azt majd vasárnap fogjuk bezárni, megnézzük, hogy mi fog történni. De mindenképpen ezek után, egy ilyen pump után, egy ilyen parabola után mindenképpen egészséges haj picit lenyugszanak a dolgok, ugye ezek a moving average-ek is elkapják a chartot, kicsit lenyugszunk, kicsit tovább oldalazgatunk itt 130 és 140 dollár között. Én nagyon figyelek, tehát 120 dollár alá nagyon nem szeretném, hogy lemenjen a Binance Coin, az nem is tartom egyébként valószínűleg, mert úgy gondolom, hogy aki tisztában van az, hogy mi a DeFi és mi ez a Total Value Locked, akkor tudja azt, hogy a Binance Coin mögött az egész DeFi projekt, ez a Binance Smart Chain-nél lévő applikációk, ami Ethereumról áthozta magát ide, ezekben lévő pénz, ez bent van, tehát ez value is locked, tehát ez bent marad. Ez nem fogja valaki csak úgy kirántani, mint a szőnyeget. Ezen kívül úgy gondolom, hogy Szízi se hagyná, hogy lejjebb menjen a projektje. Ő szeretné, mikor a világ figyelme itt van a cryptocurrency CoinMarketCap-en, szeretne benne lenni a top 7-ben, top 10-ben, és igyekszik a top 3 és akár az első helyet is átvenni, de az hagyjuk meg a Bitcoinnak. Jó, visszamegyünk ugye akkor a Tronnak a chartját, és látjuk, hogy szintén nagyot pumpolt. Ez annak is köszönhető, hiszen ugye a Proposal 51-ban lévő új hírek, tehát új modifikációk, amik történtek a blockchain-en, amit a szuper reprezentatívok ugye szavaztak meg, mint demokratikus network. Ugye arról beszélünk, hogy a transaction fee-k felmentek 3,5-szeresére. Most ez azért történik, hogy még több tokent égessenek el, ezáltal a circulating supply, tehát a körforgásban lévő tokeneket elvonják a forgalomból, ezáltal az ára a Tron tokennek menjen fölfelé. Ugye, ha megnézzük, a Tron nagyon szépet pumpolt szintén, 3 centről fel 6 centig, tehát simán duplázhatatok ezen is. Viszont nekünk ugye a Tron egy nagyon fontos decentralized finance tool, tehát nekünk ő fontos abban, hogy passzív jövedelmet generáljanak nekünk a kriptóink, és sajnos ugye
nem örülök ennek, hiszen nagyon sok embernek, akik főleg alacsony jövedelme van, nagyon örült, hogy végre tud pénzt keresni Tronnal, és most minden egyes tranzakció után akár $1 is fizessen. Szerintem ez most, vagy akár 2,5, ez most szerintem nem jött jól, de úgy gondolom, hogy kitartás azoknak, akik most vágtak bele. Úgy gondolom, hogy ez csak egy rövid távú szakasz lesz, amíg várják, hogy a tokeneket elégessék, utána vissza fog állni minden a régi kerékvágásba. Ugye tudtuk azt, hogy egy Tron volt egy tranzakció, illetve a leggyorsabb blockchain. Tehát Tron a leggyorsabb blockchain, nagyon sok projekt fut rajta, legyen az Bankroll, Stronghold, Bankroll Flow. Most viszont úgy gondolom, hogy az lenne egy jó taktika, hogyha a napi rollalás, illetve napi withdraw vagy claimelés helyett most inkább csak mondjuk ezt próbáljátok kitolni, jó? Tehát amennyire nektek szükségetek van, nyilván vegyétek el, de nekem az én taktikám az lesz, hogy most kicsit nagyobb időszakokat hagyok a rollás és a claimelések között. Tulajdonképpen ennyi lenne a mára a hírem, vagy gyors átfutásom. Mindenképpen örülök annak, hogy a Telegram Group is növekszik, és nyugodtan, ha bármi van, írjatok bele. Nagyon fontos, hogy segítsük egymást, én is próbálok mindig részt venni, vagy segíteni, ha van kérdés, de nyugodtan mindenki érez magát. Hát a gifeket meg nyilván nagyon szeretjük a Telegramon, szóval örülök, hogyha látlak titeket megint a chatben. Köszönöm nektek, és sziasztok!